A Gerhardinum római katolikus gimnáziumot 30 éve alapították. Ebből az alkalomból több anyagot is műsorra tűzünk. A sorozat első részében röviden összefoglaltuk a temesvári felekezeti oktatás történelmét, a második részben egy érdekes archív anyagról töröljük le a port. A felvétel 2007-ben készült, szerkesztője Barta Csaba. Temesvár belvárosában markáns épület díszeleg, ami ma is a város egyik jellegzetessége. Tőzsgyökeres temesváriak most is régi nevén Piarista gimnáziumként emlegetik. Jelenleg a római katolikus liceumnak, a Gerhardinumnak ad otthont. A 20. század elején épült és eredetileg is egyháziskolának tervezték. A politikai és történelmi változások miatt azonban több évtizeden keresztül más rendeltetést kapott. Ma újra gyerekek tanulnak itt, román és magyar nyelven, világi tanárok és lelkipásztorok felügyelete alatt. Az iskola mostani, latin eredetű nevét, Gerhardinum, a Csanádi Egyházmegye első püspökéről, Szent Gellértről kapta, akit Szent István király 1030 környékén bízott meg a püspökség, az iskola és a papi utánpótlás megszervezésével a Maros vidékén. Szent Gellért egyházmegyénk első püspöke és az Anya Szent Egyháznak nagy szentje. Ezért őróla neveztük el ezt az iskolát, amely egyházmegyénk területén az egyetlen katolikus iskola. Ezért ebbe az iskolába fölvesszük egyházmegyénk jövőjét. Fiúkat, lányokat egyaránt. És örülünk, hogy ez az iskola megvan, mert államilag is el van ismerve, de egyházilag támogatjuk és fenntartjuk, mert tudunk, hogy egy szakmai kiképzés mellett nagyon fontos a nevelés. És a többi iskolában sokszor a nevelés elmarad, sajnos a mai időben. De ez éppen a mi előnyünk. És ezért szeretettel és lelkesedéssel rábíztam ezt az iskolát két papra, az igazgatóra és a lelki vezetőre. Úgy, hogy a szakmai kiképzés mellett ott van egy tisztességes, jó, alapos, katolikus nevelés. És ezért minden áldozatot szívesen hozzuk e iskoláért, és kérjük a jó Istent, hogy az ő áldása továbbra is legyen ezen az iskolán. A Piarista gimnázium épülete 1909-ben készült el, Székely László építész tervei alapján, aki nem csak ennek az épületnek, hanem Temesvár mostani arculatának is megálmodója. A nagyvonalúan berendezett iskolai részlekhez modern laboratóriumok, tornaterem, rendház és konviktus is tartozott, valamint egy templom. Így valóra lehetett váltani a piarista szellem vallásos és gyakorlati jellegű oktatását. Bármilyen vallású és bármilyen nemzetiséghez tartozó diák tanulhatott. Éppen ezért nagyon sokan, úgy román, mint zsidó, mint német, ajkú fiatalok is készülhettek ebben az intézményben, ami a piarista gimnázium volt. A II. Világháború után uralomra került kommunizmus, országszerte betiltotta a piarista tanítórendet, amely Temesváron 1788 óta létezett, kisajátítva az egész épülettömböt, a piarista atyákat pedig szélne keresztve. 1948-tól aztán beköltöztették ide a Temesvári Technikai Egyetemet, akik ezt az épületet úgymond fölélték, és hát eléggé kellemetlen állapotba hozták. Volt néhány vihar, amit áthaladt ezen az épületen, és hát a helyretételét azt mind halogatták, éppen ezért elég sokfele lehet látni még ezeknek a jeleit, úgy a díszterem, mint a sportteremben, meg máshol. Az épület komoly felújításra szorul, de most már úgy néz ki, végleges helye van a Gerhardinumnak. Az iskola története azonban korábbi. A temesvári római katolikus püspökség 1990-t követően, amikor még nem is volt törvényes keret az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására, úgy döntött, hogy létrehoz egy katolikus gimnáziumot a temesvári egyházmegyében. Ez az iskola 1992-ben indult 20 diákkal, akkor egy kis óvodában.
96-ban foglaltuk el ezen épület első emeletén, ahol annak idején a katonai katedra volt. Ma kinőttük magunkat 136 diákkal, tevékenykedünk ez iskolába, biztosítjuk a bentlakást, illetve az ősztől szeretnénk biztosítani már az étkeztetést is. A cél az lenne, hogy elérjük a 200-as számot, ugyanis ez biztosítaná a működését zökkenőmentesen, amennyiben fejtámogatás lesz a jövőre nézve ebben az intézetben is. Időközben, ha nem is teljesen, de az iskola benépesült. Az egyházmegye szinte minden sarkából érkeztek és tanulnak itt diákok. Ez alatt az idő alatt több generációnak is sikerült érettségi diplomát szereznie a Gerhardinumban. Kisatosról érkeztem. A Spiri atya, a hitoktató tanárunk, aki itt van az iskolában, ő segített ebben, hiszen volt nálunk ifjúsági találkozón, és sokat mesélt az iskoláról, meg hallottam nagyobb diákoktól is, akik itt végeztek, és azért választottam ezt az iskolát, nagyon tetszett. Ifjúsági találkozókon, amikor itt voltunk Temesváron, itt voltunk az iskolában, és tevékenységeken vettünk részt, és azért választottam ezt az iskolát, mert megtetszett. És nem a szüleim döntötték el, hanem én. Szabad döntésem volt ebben. Am fost îndemnată de sora mea să vin la acest liceu. Mi-a spus că în acest liceu, pe lângă promovarea educațională care are loc, există și o promovare a valorilor spirituale. Și asta m-a atras pe mine în mod excepțional, pentru că mi-a spus că acest liceu te pregătește pentru viață. Și eu am venit. Și nu îmi pare rău. Ceea ce regret este că sunt în clasa 12-a și în curând o să plec. Am fost o familie, mi-am făcut foarte mulți prieteni, am avut parte de activități intrașcolare și extrașcolare foarte multe. Nu știu, eu zic că este un liceu extraordinar, din toate punctele de vedere, nu am ce să regret. Azért választottam ezt az iskolát, mert sokat hallottam róla, és úgy gondoltam, hogy itt nem csak szellemileg, hanem lelkileg is fejlődhetek. Eu m-am decis să aleg acest liceu în clasa 8-a. Deoarece părintele paroh de la mine din Caransebeș m-a întrebat dacă doresc să vin aici, iar eu m-am hotărât imediat și am venit. Felszereltség szempontjából az iskola szép lassan kezdi utolérni egykori elődjének, a piarista gimnáziumnak a korszerűségét, és a mai igényeknek is igyekszik megfelelni. Ebben a tanteremben informatika órát tartanak éppen. Minden diák külön számítógépen sajátíthatja el a számítástechnika tudományát. Az iskola szellemiségét a tanárok és a lelkipásztorok adják át a gyerekeknek. Az iskolánk célja, hogy ne csak tanítson, hanem nevelje a fiatal embereket, ezért természetesen mi ezt egy keresztény szellembe tesszük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 21. században is a mai fiatal ember, aki egy olyan zűrzavaros világban él, eligazodjon az élet útvesztőjében. És ezt a keresztény tanítás szellemében tesszük. Emberségre neveljük őket, és megpróbáljuk őket úgy alakítani, hogy megállják helyüket az életben. Az iskola programjában jelentős szerepet foglal el a különféle lelki programok. A bentlakó diákokkal estimán veszünk részt, évente minden osztály lelki gyakorlatra jön, lehetőség van lelki beszélgetésre. A nevelésünk központjában a diák áll, az ember, akinek valamit szeretnénk nyújtani lelki téren. 15 évet tanítottam egy általános iskolában, 20-as számokban Temesváron. Hát többet adunk, és többet kapunk. Többet adunk szinte mindent tőlünk telhetőt, ami meglátszik a nevelésükben is, talán a tanuláshoz való hozzáállásban is. Ők is igyekeznek valamivel viszonozni, igaz, még gyerekek, fejlődnek, alakulnak, de egész más a hangulat, családiasabb, meghittebb, bensőségesebb. Az osztálylétszámok általában kicsik, egész más, szinte családias a hangulat. Ismerünk mindenki személyesen, tudjuk gondjait, bajait, szinte azonnal orvosolhatjuk is.
A Gerhardinumban egy éve bentlakás is működik, ahol tágas szobákban 4-4 diáknak biztosítanak kényelmes életkörülményeket. Az épület egyik szárnyában a lányok, a másikban pedig a fiúk vannak. 3 évig az Emanuel Ungurano elektromotor gimnáziumnak a bentlakásában laktunk. Hát a körülmények az itteni internátusban sokkal jobbak, mivel szeptembertől jöttünk ide, és sokkal tisztább a környezet, nagyobb felügyelet van, és úgy jobban el vagyunk látva egyes dolgokból, mint a másik internátusban. Itt legalább teljes felügyelet alatt vagyunk, és amikor valami problémánk van, szólhatunk, és meg van oldva. Az iskola vezetősége a püspökség támogatásával igyekezett mindent felújítani, a szobáktól elkezdve egészen a fürdőhelységekig. Igaz, nem csak kényelmet biztosít, hanem a szigor révén igyekszik a diákokat felkészíteni az életre. Bennünk marad ez a fegyelem, hogy tisztaságot tartsunk a szobában, mert ezt követelik tőlünk. 4-en vagyunk egy szobában, és na, kezdve a szőnyegig mindent ellenőriznek, hogy tiszta legyen. Úgy szekrényeket, úgy mindent. Az itt tanuló diákoknak az egyház felvállalja költségeiknek egy részét. Míg egy világi iskolában a bentlakásos diák havonta 150-200 lej körüli összeget fizet, addig a Gerhardinumban csak 100 lejbe kerül a szállás és az étkeztetés. Emellett a 8-as átlag fölötti eredményeket elérők 10-től 35 lejig terjedő havi ösztöndíjban részesednek. Mindazok ellenére, hogy az iskolában folyik az oktatás, és sikerült az egyháznak biztosítani a diákok számára a tanulási körülményeket, még nagyon sok tennivaló akad. Az épület állaga az elmúlt évtizedben nagyon leromlott. A műszaki egyetem szinte egyáltalán nem tartott a karban. A felújítási munkálatok jelenleg is tartanak. Teljes tatarozásra szorulna az épület, de erre pénzhiány miatt egyelőre nem kerülhet sor. A Gerhardinum Katolikus Liceum állami liceumként szerepel, egyházi föntartással, de állami fizetéssel és föntartással is, és ez egyben azt is jelenti, hogy ez az épület nem az ő tulajdona, hanem a püspökség tulajdona. Éppen ezért a javításoknak a finanszírozása az a püspökségre hárul. A jövőre nézve ezt rendezni kell még a piarista rendel, mint tulajdonossal, akik viszonyában benne van az, hogy a püspökség lesz a továbbvivője a piarista eszmények, illetve a keresztény nevelésnek, amire ezt az épületet szánták. Az anyagi gondok ellenére az iskolában zajlik az oktatás, ahol magyar és román osztályok működnek párhuzamosan. A demográfiai visszaesés egész Romániát érinti, Temes megyét különösképpen. A magyar osztályok létszáma sokkal kisebb, mint a román osztályoké. Mindezektől függetlenül a tanulási vágy az itt tanuló diákokból nem hiányzik. Szeretek itt, nyugodt vagyok, sokat tanulok, mindenkivel megegyezek. Tetszik nagyon ez az iskola. Ez az iskola nagyon sokat nyújt. A tanárok nagyon kedvesek, és nagyon sok mindent tanulhatunk meg a világról, de mellett a legfontosabb Istenről is. A liceum a felől o stabilitate, așa că să zic, și deoarece suntem mai uniți între noi, colegii, este un spirit care diferă de alte licee. Többet tanulhatunk az Istenről, a vallásunkat jobban gyakorolhatjuk, és jobban tetszik az iskola, mert itt a gyerekek neveltek, tudnak viselkedni, nem úgy, mint egyes másik iskolákban. Az egyház hozzáállását a tanárok is értékelik. Mi is méltányoljuk azt, hogy az egyház, püspökség, az igazgatói hozzáállás más, teljes erőbedobással dolgoznak ők is, és feszélyezve érezni magát minden lelkiismeretes tanár, legyen az idősebb vagy fiatalabb, ha nem adná a maximumot, amire képes. Jó, hát még lennének, vannak árnyoldalak is valószínűleg, vannak helyzetek, amelyeket mi sem tudunk orvosolni, vagy későn reagálunk rá, de lelkiismeretes, fiatal, tetrekész gárda alkotja a tanári kar szemét is. Lépünk lassan, Isten segítségével előre.
Az oktatás és a vallásos nevelés mellett azonban másra is kitér a Gerhardinum vezetésének a figyelme. A jövőre nézve az a szándékunk a külföldi kapcsolatok föntartása alapján, illetve a partneriskolákkal való tevékenység alapján, hogy az iskolának a színvonalát és főleg a minőségét emeljük, hogy ne csak az oktatás, illetve a rend terén legyen meg ez a keresztényi behatás, hanem tudjunk egy olyan színvonalat biztosítani az iskolánkba, ami mindig becsületére válna annak, aki itt végzett. A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Liceum diákjai semmiben sem különböznek más iskolában tanuló társaiktól. Ők is ugyanúgy igyekeznek felkészülni az életre, mint minden velük egykorú fiatal. Érettségi batyújuk azonban valamivel többet fog tartalmazni. A vallásos nevelés bizonyára pozitívan fog kihatni egész életükre. Easy my leave and then let me die.